A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Fejér megyei szervezete idén immáron 16. alkalommal adta át a Fejér megyei Prima díjakat. Az elismeréseket olyan személyek és közösségek vehették át, akik saját területükön maradandót alkottak. A Hotel Magyar Királyban megrendezett szombati gálán, amelyet megtisztelt jelenlétével Demján Sándor, az alapító özvegye is, Eppel János, a VOSZ elnöke nyitotta meg. Az elmúlt néhány év olyan helyzeteket produkált, amire nincsenek kész válaszok, nincsenek kész megoldások. Tudunk pár dologra alapozni, 35 év tapasztalata, értékeimén kialakultak az a tudás, ami a VOSZ és a tagsága körében kialakult, ez Fejér megyére talán az átlagnál is igazabb, és nagyon fontossá váltak azok az értékek, amik békeidőben is kiemelkedő szerepet játszanak az életünkben. A vendéglátó képviseletében Kovács Tibor, a VOSZ Fejér megyei szervezetének elnöke megerősítette, hogy a díjalapító Demján Sándor érdeme, hogy minden évben átadhatják a rangos elismeréseket. Demján Sándor, ugye, mint tudjuk, tehát ugye Fejér megye gyermeke, tulajdonképpen Fejér megyéből indult a karrierje, és példaképünknek tekintjük. Ilyen értelemben, tehát számunkra kiemelt húzó erőt és mintát jelent. Tudja, hogy az értékeket, jó példákat mindenkinek hozzáférhetővé kell tenni, meg kell becsülni, és az összefogásnak egy igen komoly tulajdonképpen tehát erőt ad. Az ünnepi esten Székesfehérvár alpolgármestere Lerner Zsolt köszönetet mondott a fehérvári és megyei vállalkozásoknak a társadalmi felelősségvállalásért, az elmúlt másfél évben tanúsított helytállásukért. Egy értékteremtés, tehát igenis értelme van annak, hogy amit csinálnak, ahogy csinálják, jól csinálják, és ezt elismeri a szakma is, és a városvezetés is, és ez szerintem nagyon fontos dolog a vállalkozások, illetve a művészek életében. A Fejér megyei Prima díj 1 millió forinttal járó fődíjait Spányi Antal megyéspüspök, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar és Posztumusz Rockenbauerni Honfi Piroska érdemelte ki. A közönségdíjat Molnár Piroska gyermekgyógyász, míg a külön díjat Fornai Miklós zongoraművész, zenepedagógus vehette át. A gálaesten sor került szakmai elismerések és az év Fejér megyei vállalkozó díj átadására is.